Vivana, sziasztok! Ma este meglátjuk a Platánban az első kiállítást ebben az évben, Kinta címmel. Körünkben szeretnék köszönteni Mihály Grohovjakot, aki Lengyelországból, pontosan Varsóból érkezett, és Várta Mátét, már az ő munkáit lehetett látni körülbelül 2 évvel ezelőtt a Latarkadár Galériában. Azért választottuk ezt a címet, mert mint egy hinta, ami ide-oda leng, mi is a kollégával ide-oda levelezve és konzultálva találtuk ki, hogy hát alkottuk meg ezt a kérdési anyagot. Először elhagyjuk meg, mi az a sík, amiről beszélünk, és onnan tehetünk aztán kilengéseket, mintha a hintából. Ez a sík, ha a mai helyzetről beszélünk, az úgynevezett kapitalista realizmus, amihez képest egy többi dolog kiderül, kileng vagy irányt változtat. A kapitalista realizmus már elnevezésében is a korábbi szocialista realizmus ingerli, és állítása, hogy nincs már történelmi célzatosság vagy transzcendentális törvény, csak a dolgok egymáshoz képest így pénzre várható csereértéke van. So we came in here without knowledge how we're going to install it, and we came in here without knowing how exactly each other's works are going to look like. Of course we had a clue, but we didn't know how the prints will look like. Semmi sem garantálta, és lehet, hogy a végén kiderül, hogy a magukban való dolgok talán tényleg csak magukért vannak. From one side we are like quite serious about visual language, and from the other side we are quite ironic in this show. So just find the point in the middle of it. A képek, ahelyett, hogy azt lételeznék, hogy ellényegtelenítve semmi sem változtathatnak, mégis képesek lehetnek talán valaminek a beiktatásával, valami másnak a megszakítására, ami ez esetben, mint ahogy kezdtem, a mágikus realizmus, a kapitalista realizmus. Yeah, please check out our exhibition. And feel our irony.